Szevasztok tesók, a mai videó lesz a befejező része a Girlfriend mémekről szóló rovatomnak, de nem azért, mert ne szeretnétek őket, hogy ne népszerű videók, és nem is azért, mert mondjuk én untam rá erre a témára, hanem egész egyszerűen azért, mert már nincsen olyan nagy jelentőségű, nagy mém irodalommal rendelkező Girlfriend mém, aminek külön videót lehetne szentelni. Ugyanak lehetett, azzal már megtettem, ilyen volt a Mami Girlfriend, a Tomboy Girlfriend és a Gold Girlfriend, ezek mind széles körben elterjedt, ismert, nagy mémirodalommal és háttértörténettel rendelkező mémek, amelyeket a, az internet közössége folyamatos posztolás, újraposztolás és dolgok hozzáadása, alakítgatása révén csiszolt úgymond tökéletesre, vagy legalábbis egy igen fejlett szintre, amiről már lehet hogy egy egész videót csinálni, egy egész videónyit beszélni. Viszont a mostani mémek, amiket a mai videóban elő fogok hozni nektek, azok szintén girlfriend mémek, de ezek ilyen kis egyszerűbbek, nem feltétlenül annyira poénosak, nem feltétlenül annyira erős mémek, amikről egyrészt lehetne egy egész teljes videót készíteni önmagukban. És talán nem is véletlen, hogy ezek nem terjedtek el így olyan széles körben, nem váltak olyan jelenséggé, mint ugye a Mami, a gót, vagy a Tomboy. És ezek így igazából talán egyes éven megérnek annyit, hogy így ö, szálljunk rájuk egy-egy percet, megnézzük őket, és egy-egy videóban így felvonultassam nektek az összeset, és ezt is fogjuk most tenni. Annyit még előre van elmondanék, hogy a mémek esetén pont mivel nem annyira feltétlenül poénos mindegyik, vagy nem annyira Erőteljes, ezt tudom rámondani mindegyik, hogy így most tényleg annyira magával ragadó legyen, ezért inkább azt azon túl, hogy mi van a mémre ráírva, illetve mi volt a szerzőnek a szándéka, azon túl inkább az én benyomásaimat fogom elmondani a magáról a mémről, a girlfriend mémről, esetleg ugye egy-két dologról, ami rá van írva az adott képre. Szóval nem fogok annyira szigorúan ragaszkodni ahhoz, hogy én most megfejtsem, mi volt a szerzőnek a szándéka ezzel az egészszel, aki készítette, hanem tényleg inkább elmondom, a, elmondom az asszociációimat vele kapcsolatban. Szerintem mind nektek is érdekesebb lesz a videó, ez együtt pedig ugye hát meg fogjuk őket nézni, szóval ha valaki nagyon, valamelyik nagyon érdekel, akkor meg tudja állítani a videót, és el tudja olvasni részletesen, hogy mi van ráírva, de én inkább tényleg így a saját benyomásaimat fogom elmondani róluk. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele azzal együtt, hogy mielőtt elkezdeném pörgetni a rengeteg mémet, amit összegyűjtöttem a neten, egy nagyon tényleg nagyon rövid mém történeti felvezetőt ö, azért fogok mondani azzal kapcsolatban, hogy miből is alakult ki ez az egész. Ez az egész pedig nem másból, mint az úgynevezett Ideal Girlfriend meme alakult ki, vagyis hát igazából az összes Girlfriend mém maga az Ideal Girlfriend mém, és ennek az eredete egy ilyen Microsoft Paint-es felhívásra nyúlik vissza, ugye a képen látható kis egyszerű péntes pálcika nő-lány rajzot posztolta egy felhasználó, még 2016-ban a az a felhívással a többi felhasználó felé, hogy ezt alakítsák át, csinálják belőle egy mémet, írják rá, hogy milyen lenne számukra az ideális barátnő, fejezzék ki ezzel a kis rajzzal ezt a dolgot. Így indult ez a mém, és igazából ebből indul ki az összes girlfriend mém, azzal együtt, hogy például a tudjuk már jól a videó óta, hogy a Mami Girlfriend mém, az például 2013-ra nyúlik vissza, de ugye 2013-ban a Mami Girlfriend-nél még csak maga ez a kifejezés alakult ki, hogy Mami Girlfriend. Illetve hát ugye a hozzátársuló képzetek, de maga ez a klasszikus formátum, hogy ott van egy ilyen ember, vagy akár egy kicsit jobban megrajzolt, meganimált nőalak, és hogy mellé vannak írva ilyen szövegek, amik az ideális barátnőnek az elképzelt tulajdonságaira vonatkoznak, vagy csak simán vicces, mémes szövegek. Ez ide nyúlik vissza 2016-ra, erre a Microsoft Péntes felhívásra. Innen ered ez az egész, és innen terjedt el ez, igazából ez a mém és ez a, ez a, formátum. És amit most itt láthattok a képen, az ennek a formátumnak, ennek a mémnek konkrétan az első verziója, legalábbis ami ugye fennmaradt, és ez volt az első válasz erre a Microsoft paint felhívásra, ami fennmaradt, ahogy már mondtam, és ugye ezek a különböző barátnők készültek belőle, a Hoodred Girlfriend, a Devote Christian Girlfriend, a Psychedelic Girlfriend, illetve a No Self Esteem Girlfriend. Ugye a Hoodred Girlfriend az ilyen gettópatkánybarátnő, barátnő, és itt például ugye ilyen tipikus ö, sztereotípiák, feketékkel szembeni sztereotípiák jelennek meg, mint például a Tyron név, ami ugye tudjátok, hogy a, a csedes videó óta remélhetőleg, hogy a, ugye a fekete csed, az a Tyrom, mert ugye a az fehér, és annak a fekete verziója az ugye a Tyron. A fried chicken az ugye az is egy ilyen tipikus stereotípia, hogy a feketék nagyon szeretik a, a fried és az ilyen csirkés ételeket, illetve ugye megjelenik itt ez a tverkelés is, ami ugye szintén a feketéktől ered, főleg a fekete nők szokták a nagy ezt művelni. Aztán a Devote Christian Girlfriend, az ugye egy ilyen buzgó vallásos barátnő, szerintem itt a legviccesebb az ugye ez a well, I guess I technically still be a virgin, hogy ugye hát ill, akkor még azért technikailag szűz lennék, ugye ez utal arra, hogy ugye a Biblia szerint házasságot nem lehet szexelni, illetve szűznek kell maradni, de ugye, hogyha nem a hagyományos ö, vaginális behatolás történik a szex folyamán, hanem a szexnek egyéb formáját gyakorolják Anonnal, ugye uh, Anon, ezt talán nem kell magyarázni, de röviden kitérek rá, hogy Anonnak fogom mindig hívni ezeknek a mémhölgyeknek a barátnőt, ugye Anon az az ilyen fórumokon vagy imageboardokon az anonymous felhasználó, és így szokták hívni, hogy Anon, és a mémeken mindig ez a, főleg ezeken a girlfriend mémeken mindig Anon a, az adott Hölgynek a, a párja, akihez, akit megszólít, vagy akivel valamit csinál. Szóval az a lényeg, hogy ő, ugye az első az arra utal ez a szüzességes, hogy ha anonnal egyéb szexuális tevékenységet végezne, ami nem a klasszikus szex, hanem orális szex, vagy akármi, akkor ugye technikailag még szűz maradna. És hát ugye a buzgó keresztény barátnőnek fontos ez a pilliai dolog, de azért megtalálja a kaput ebben az egész dologban hogy hogyan élvezzék mégis a, a szexualitást. Aztán a Psychedelic Girlfriend, az ugye egy ilyen pszichedelikus, drogokkal élő barátnő, aki ugye szerező LSD-t a hétvégi fesztiválra, Bob Wirth hallgat, aki egy ilyen pszichedelikus rockzenét játszó zenész, illetve ilyen kirándulás sok nosztalgiázik, hogy ez milyen jó volt, aminek során valószínűleg tartom, hogy az erdőben esetleg pszichedelikus gombákat fogyasztottak, ahogyan azt egyébként így szokás ilyen körökben. A No self Girlfriend pedig egész egyszerűen egy rossz önbecsülésű barátnő, aki, aki egyszerűen mindig magát így nagyon a párja alá pozícionálja, és ilyen kis szégyellős, és kicsit ilyen szerencsétlen. Szóval ez volt ugye az első lényegében az első ilyen girlfriend mém. Az aborted girlfriend azt szerintem egy hát kicsit morbid humorú dolog. Ugye ez arra utal, ha látjátok a képet, hogy az összes ö, kiírás feltételes módban van, aminek ugye az a lényege, hogy ö, ez egy olyan barátnő, aki sohasem született meg, mert az anyja, amikor terhes volt vele, akkor abortálta, tehát elvetette. És akkor ugye minden ilyen feltétes módban van. Az első mondat is ugye arról szól, hogy hogy Sajnálom, hogy nem tudtam ott lenni, Anon, de az anyámnak más tervei voltak. Hát ugye, és ez nem olyan értelemben, hogy nem tudott ott lenni valahol, mondjuk egy, mit tudom én, Anonnak a fellépésén, hanem hogy egy, nem tudott ott lenni, de nem azért, mert hogy ugye nem ért rá, mert az anyával más dolga volt, nem az anyának más tervei voltak az életével, ezért amikor vele terhes voltak, ugye elvetette. Szóval ez egy ilyen jó kis morbid humor. É, igazából erről szerintem ennyit érdemes mondani. Az Annoying Loving Girlfriend az egy olyan barátnőre utal, aki ugye nagyon szereti Anont, de egyrészt idegesíti az állandó szeretetével, így üldözi. Ugye tudjátok, ez, a, ez a, az a típusú barátnő, ez a jaj, adj egy puszit, adj még egy puszit, ugye te is szeretsz, jaj, nem mondtad lefekvésnő, hogy szeretsz, már biztos nem szeretsz, tehát ez a izé, típusú barátnő, van a kol, oda van írva, ugye, hogy mindig hívogatja Anont, tehát ez a szerető barátnő, de kicsit túlzásba viszi ilyen, és ilyen majom szeretette, vagy hogy szokták ezt mondani, szeret, tehát kicsit ilyen idegesítően, túlzottan ragaszkodó. Ez a szerető, de szorongó barátnő, ez még egy olyan barátnő típus, aki aki szintén aki kicsit olyan, mint az első mémen a rossz becsülésű barátnő, hogy ugye nagyon szeret téged, de kicsit így mindig túlagodja a dolgokat, hogy vajon most haragszol-e rá, kicsit ilyen túlérzékeny, mindig minden bocsánatot kér, szóval ez a, ez a nő testesíti meg. Ez a online barátnő, akivel ilyen kínos kapcsolatotok van, ugye ott van a képen a tablet a csajnak a kezében, vagy okos telefon, és ugye ez egy ilyen online kapcsolatra utal, ami kicsit ilyen kellemetlen, nem is igazi kapcsolat, így rogadtok egymással, néha vannak ilyen fellángolások, hogy most nagyon szinte szeretitek egymást, de az egész igazából ez az online térbe redukálódik, és uh, igazából egyik félben sincs elég akarat ahhoz, hogy ezt egy uh, valódi kapcsolattá uh, materializálja, vagy hogy mondjam. A kedvencem ezen az egészen az az emojis rész, ott ugye, hogy az a, van az a szívecskés szemű emoji, meg van az a szív ö, ilyen emotikon, ami a két szívből áll, de ahogy látjátok, mindig ugye szívecskés, de egyik se az az igazi, klasszikus, egyszerű, piros, szív, amit ugye az ember mondjuk a barátnőinek küld, az egyszerű, sima, piros szív ugye a szerelem jele, hanem ők ugye ezt a kétfélét használják, ez a szívecskét szemmel itt, meg szívecskét, de ilyen két ilyen rózsaszín nem tűzpiros szívecske, és ez ugye ez is arra utal, hogy az egész ilyen nem egy ilyen konkrét, ö, meghatározható rendes szerelem, hanem ilyen képlékeny, ilyen ö, online semmi. A Drill Sergeant Girlfriend, ugye az ilyen katonai kiképző barátnő, amit láthatjátok, olyan dolgok vannak a mémre írogatva, hogy csinálj húsz felülést, meg nyomj 50 fekvőt, meg ezt nevezette futásnak, az öreg anyám is gyorsabb, tehát ezek a tipikus ilyen katonai kiképző sztereotípják, de most azon túl, hogy ez egy poén, szerintem ez arra a típusú barátnőre utalás, aki ugye mindig mindenért így így vegzálja a párját, hogy nem jól rak, hajtottad le a WC nem jól raktad fel a WC papírt, mert nem jó irányba tekeredik, ezt ne így csináld, ezt ne úgy csináld, izé férfinak mondod magad egyáltalán, tehát ez az ilyen, szerintem ez egy ilyen eléggé toxikus, a, állandóan a másikat piszkáló, vegzáló barátnőre utal, legalábbis én ezt látom bele. Ez a 90-es éveket szerető, tehát 90s lover, róka barátnő, Ugye ebben keveredik ez a girlfriend mém, ezzel a furry imádattal, és ilyen 90-es években visszavágyásra. Ugye csupa ilyen dolog van itt, hogy Game Boy, meg Retro Gaming, meg 90-es éveknek ez a dance zenéje. Tehát ez egy ilyen tipikus, nosztalgikus 90-es években visszavágyás ö, egy ilyen furis behütéssel egyébként. Mondjuk ezt így valaha meg is értem, mert a 90-es évek azt szerintem is... Hát a legjobb 80-as évek lehetett, de akkor még én is csak csecsemőként éltem. De még a 90-es éveknek is volt szerintem egy hangulata, aztán azt én úgy érzem, hogy ilyen 2005-10 óta valahogy így ez a, az a hangulat kiveszett inkább 2005-öt mondanék. Persze lehet, hogy aztán csak az én boomer gondolkodásom, hogy régen minden jobb volt, de hogy igen, a 90-es éveknek azért volt egy hangulat a zeneileg, meg úgy általánosságban. Kicsit ott már indult ez a romlás, meg ez a depresszív világhangulat, ami ma már ilyen általánosabban jellemző, de ott még egy ilyen valahogy egy ilyen hangulatosabb formában, de ez az én személyes véleményem, valószínűleg mindenkinek a saját fiatal fiatalkora az, ami ami hangulatos, és aztán utána a később évek meg már kevésbé tűnnek ö, karakteresnek. A hot mess girlfriend, szerintem sok férfi számára egy nagyon azonosulható girlfriend, ugye a hot mess az egy ilyen jó kis csaj, de hogy a csaj egy ilyen mess, tehát egy ilyen, ö, egy ilyen problémás nő, akinek állandóan ö, minden baja van, káromkodik, szomorú, fáradt, mindig ilyen nyűgös, meg ilyen íz, szenvedős, meg sokat sír, tehát így viszont mindenem meg így nevezgél, tehát egy ilyen ő, problémás csaj, de mégis rohadt dögös, és még ez a problémássága így még dögösebbé teszi, és így a férfiak beszokták ezt vállalni, aztán utána meg sokszor rágják a körmüket, hogy milyen a csaj, meg megint milyen hülye, meg csak a gond van vele, de aztán persze rohadt de vannak, értem ha tetszik, nekik megizgatja az agyukat. Az egész csajnak a kisugárzása és ez a problémás mentalitás is igazából csak hozzáteszi ez a szexiség faktorhoz. Úgyhogy ezt én is meg tudom érteni így valahol, mert ugye az ilyen nők izgalmasak, meg vonzóak, csak aztán nyilván sok a gond egy ilyen kapcsolatban. Az imaginary girlfriend az, az egy ilyen Szerintem ez egy ilyen elég önkritikus mém a készítője által, ugye ez a képzetbeli barátnő, tehát magyarán egy olyan férfinak a barátnője, akinek nincs igazi barátnője, hanem csak egy ilyen képzeletbeli barátnője van, és euh, még a képzetbeli barátnő is annakat mond neki, hogy kérlek menj és beszélj igazi nőkkel, meg hagyd abba az állandó maszturbálást, és hogy én nem vagyok igazi, és hogy ezekkel az ideálokkal csak ártasz magadnak, és euh, ugye ez arra utal, hogy valószínűleg olyan az illető, akár inszel, sőt, nyilván egy inszel, akinek ilyen túlzott elvárásai vannak a nőkkel szemben, meg ilyen elborult ideálokat keres a nőkben, ugye, amiről már sokszor beszéltem, ami ugye a a leginkább, amiért szerintem a pornó felelős, és leginkább az olyan dolgokban jön ki, illetve manifestálódik, mint amiről a Samsung szem Lady Dimitreskes videómban már beszéltem, hogy az embereknek már az ilyen elborult ideák tetszenek, egy ilyen ö, telefonos asszisztens ö, animált csaj, vagy egy ilyen ö, három méter magas vérengző őrült, gonosz, horrorjáték szereplő nőszemély, és ezt szerintem a mi mire utal, hogy egy olyan férfi, aki nagyon bele van vonódva ebbe az, most a szerzője lehet egy olyan férfi, aki nagyon bele van vonódva ebbe az egész online világba, és emiatt nem talál párt, mert vagy az igazi nők nem olyan izgalmasak számára, mint ezek az online nők, és és így maximum egy ilyen képzeletben barátnője van, aki ugye mindenben ideális, de hát csak a képzeletében létezik. Ez a Robot Girlfriend, ez szerintem külön poém. Ugye ez egy ilyen robotikus barátnő, és például ilyenek vannak ide írva, hogy Dinner Protocol Activated, hogy ugye a vacsora üzemmód aktiválva, és akkor megy és készíti neked a, a vacsorát, és meg ilyenek, hogy Initiate Marriage Protocol to Unlock Legs, ugye össze vannak zárva a lába, és el kell a hogy szétnyíljanak, meg ilyenek, de hogy ez, ez, ez szerintem egy poén, meg kicsit már ilyen... Én érzek benne némi áthallást ezekre a szexrobotokra, ugye, amik szerintem idővel egyre népszerűbbek lesznek, majd a, egyre életűbbek lesznek, és sok férfi lehet, hogy úgy fog dönteni, hogy nem akar rendes kapcsolatot, elég neki egy ilyen szexrobot. Úgyhogy ez igazából... Így, így, szerintem egy kis de erre utal erre a robotra, aki robotikusan vacsorát csinál neked, mindent megtesz, robotikusan mondom ezeket a dolgokat, hogy még robotikusabb legyen, hogy ugye robotikusan szexel veled, amikor csak akarod, ahogy csak akarod, szóval értitek, egy ilyen mindent megtesz, sose panaszkodik, és nincsen vele semmi dolgod igazából azon kívül, hogy egyszer megvetted. Ez az a mém, amit én nem tudom értelmezni, de lehet, hogy valami gamer, vagy valami olyan poén, ami, Mindenki nem vagyok benne a szubkultúrájában, ez a seno Girlfriend. És akkor itt a képen van egy ilyen csajakéne, ilyen kicsit ilyen ufós, és van egy ilyen kis farkincája is, és szereti, hogyha így simizedni hogy egy kis állatot, mondta, hogy rár, ugye? Meg ö, szereti, ha eteted, meg ö, ilyenek meg picike, szóval nem tudom, valaki ezt tudja, hogy ez, ez mire utal, vagy mire célzás, akkor jöhet kommentben, én ezt nem tudtam így kitalálni, hogy ez micsoda. Na, aztán a következő girlfriend mémek, ahogy láthatjátok, itt már elég komoly uh, rajz, uh, illetve animáció van, ezeket mind egyetlen uh, Insta találtam, és ha már így felhasználom őket, akkor uh, beraktam nektek a, a leírásba, hogy vagy kommentben, nem tudom, ahol, ahol berakom, mi az Insta oldal, amely felhasználom a képeit, de egyrészt a, a, rajzok nagyon jók, a grafikák, tök állatul néznek ki, és elég sok ilyen mémet csinált, ezeket fogjuk, hogy most egy kicsit végig pörgetni, igazából um, egy ilyen magasabb szintre emelt a illetőszerző, hogy ahogy látjátok ezt az egész uh, girlfriend mém dolgot, abból a pálcika, a um, pálcika rajzból, ilyen nagyon komoly kis szexi barátnő grafikákat készített. Úgyhogy, uh, ja. Ugye van ez a Wolf Puppy Girlfriend, amit itt láttok. Ez ugye egy ilyen farkasbeütéses uh, csaj, és uh, igazából ilyen farkas tulajdonságok, hogy hűséges, hogy uh, védelmező, hogy szereti a kalandokat, meg ilyenek. Így most szerintem ez itt már kicsit átmegy a, az előzőek még úgy azért ragaszkodtak a valósághoz, az itt már átmegy eléggé ilyen ö, fantázia világba, Ez szerintem, bár nyilván egy nő is lehet hűséges, meg hasonlók. Szóval valahogy az itt már összemosa ezt az ilyen ö, hát az ilyen ö, waifu, hentai anime, fantázia világot ö, a barátnőkkel szembeni elvárásokkal egy kicsit, de nyilván azért mindez valahol kiprojektálható a valóságba, illetve ezek a tulajdonságok, illetve a valós tulajdonságok vannak egy kicsit inkább eltúlozva. Ugye a vip Girlfriend az ugye, hát tudjátok, mik a weeb az ilyen anime, illetve japán kultúra megszállott nem japán emberek, és ugye ez is a, 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 valószínűleg az ilyen férfiaknak az álma lehet, egy vip Girlfriend, aki I'm your wife one on, ahegao, arcot vág, önöket mondta, hogy vagy mi a fasz, ö, meg ö, cosplayezik, stb. Tehát ez a tipikus ilyen ö, víbes dolgot szereti, és waifus pólóban van, hogy látjátok. Szóval ja, szerintem ez nem kell sokat hozzátenni. A tsundere barátnő, ugye ez is egy ilyen anime-related, túl sok ilyen angol szöveget láttam, ilyen animében gyökerező, anime vonatkozású, ez a helyes magyar kifejezés, ez is egy ilyen anime vonatkozású barátnőm. Ugye a tsundere az egy olyan anime karakter jellemvonás, vagy jellem, személyiség, ami ugye kezdetben ilyen ö, rideg, temperamentumos, forrófő távolság tartó, és aztán később így idővel így megmutatkozik a barátságosabb, szerető oldala. Ez is egy ilyen ö, barátnőt ábrázol, hogy olyanokat mond, hogy utállak, meg ö, káromkodik, idegesítő, ö, de ugye hát mégis idővel majd megy várhatóan azon a karakterfejlődésen, ami által ilyen ö, szerethetőbb lesz. És összességében szerintem ez egy ilyen értékes ö, ember vagy barátnő típus, abban a szempontból, hogy ugye nem az majd rögtön teljesen odaadja magát mindenkinek, hanem először egy ilyen redeg távolságtartó oldalt mutat, és az embernek így meg kell ismerni, csúnya szóval be kell törni, ö, magához kell édesgetni, és akkor ugye szerető lesz, és odaadó, és akkor viszont te leszel neki a világ, és ez azért is jó, mert jó, meg tudsz benne bízni, mert tudod, hogy idegen csávókkal nem az lesz, hogy rögtön flörtöl, hanem velük is ugyanolyan tartó lesz előtte, először, mint amilyen veled volt, mondjuk hetekig, hónapokig, és ugye is csak idővel alakult ki ez a kötődés, meg a kedvesség, szóval emiatt bízhatsz abban, hogy nem az lesz, hogy jön egy srác, és azonnal, amit tudom én, flörtölnek, meg összejönnek, meg megcsal vele, hanem Ja, szóval szerintem ez egy ilyen jó személyiségtípus barátnőnek, abban a szempontból, hogy valószínűleg távol tartja magától a személyiségével a többi férfit, viszont neked, ha már megnyílt, akkor veled meg ugye kedves, meg rendes. Szóval szerintem ez egy, egy, egy tényleg ideális barátnő a tsundere girlfriend, szóval én ezzel tudok így a legjobban azonosulni, aki ja, a többi emberrel vagy férfival egész egyszerűen kicsit rideg, kicsit bunkó, és veled is az volt az elején, de te ugye kiártad az utat, és veled már nem az. Small bunny girlfriend, ban, bocs, egy ilyen nyuszi barátnő, ez a grafika nekem különösen tetszik amúgy. A legviccesebb, hogy sok gyereket akar, mert ez ugye a nyulak szaporák, és igazából ennyi a lényege, egy ilyen csinos, nyuszi-szerű barátnő, aki aranyosan tüsszent, kicsit félénk, meg szenzitív, meg emocionális, és nagyon könnyen megijed mindentől, mint egy nyúl. Szóval ez volt a mindenféle maradék girlfriend mémről összefoglalóan szóló a girlfriend mémek rovatomat lezáró videóm. Szerintem most már így azért ti is értitek, hogy miért mondtam azt, hogy ezek nem érnek meg önmagukban egy-egy videót, hiszen ezek inkább csak egy-egy embernek a sajátságos, speciális fantáziái vagy elképzelései, és nem ilyen széles körben elterjedt, általánossá vált mémek. De azért szerintem annyit megértek, hogy így egyszer együtt véglapozzuk őket, és így ilyen elmondjam róluk a benyomásomat ilyen reakció videó szerűen, meg hogy meglássátok, hogy azért még van sok, talán lehet, hogy tetszett is nektek valamelyik, esetleg különösebben, és akkor találkoztatok így legalább vele. Úgyhogy ennyi nincs nagyon mit hozzátenni. Köszi, hogy végignézted a videót, ha tetszett, tolj egy kúrolákot, és gyere Discordra, mert hamarosan jön az ősz, és mindenki szépen otthon fog ülni, hiszen már vége a nyárnak, hideg van, nem éri meg kimenni az utcára, és akkor mi a legjobb, mint hogy leülni szépen a gépelé, és nyugiban jókat csetelgetni olyan emberekkel, akivel közös az érdeklődés itt körötök, hiszen mindannyian szeretitek hidánt. Úgyhogy gyertek Discordra, iratkozzatok fel, nézzetek meg a többi videóm. Hello!